Játékok a fa alatt. A Nyíregyházi Egyházmegye magvető görög katolikus tanodájában az ajándékozást várják a gyerekek. A hátrányos helyzetű kicsiknek az Ifjúsági Kereszténydemokrata Szövetség gyűjtött országhatáron innen és túl civil szervezetek, fiatalok, vállalkozók és politikusok összefogásával. Több mint 10 éve zajlik a folyamatosan az adventi karitatív jótékonykodás. Volt már jótékonysági focikupától kezdve tartós élelmiszergyűjtésen keresztül, például játszótér, óvoda, takarítás, kerítésfestés, tehát nagyon sokszínű és az egész országban kiterjedt ez a hálózat. Harmadszor van itt a megyében, hiszen a Nyíregyházi Görögkatolikus Egyházmegyével egy olyan partnerséget találtunk, ahol szerintem fontos az adománygyűjtésben, hogy olyan helyre vigyünk, ahol tényleg valódi szükség van, és olyan dolgokat vigyünk, amire szükség van, tehát fontos az előtte az egyeztetés, a partnerség. Az adventi összefogásnak köszönhetően több mint 1 millió forint gyűlt össze. Ebből a Nyíregyházi Egyházmegye fenntartásában működő összes tanodába járó gyermek kap ajándékot. Ezeket a játékokat haza is vihetik. Az a golyófaló, az nagyon jó, a dínos. Ez is nagyon jó, ezt ismerem. A 4. osztályos Luca éppen társasjátékot választ. Jó, akkor Luca, melyik legyen? Luca, melyik legyen? Golyófaló. Jó, akkor átveszitek. Tessék. Boldog karácsonyt kívánunk. Még nem bontottam ki. Egy társas játékot, meg sok csomagot. A Nyíregyházi intézménybe 25 gyermek jár. Ezen kívül Máriapócson, Kántor Jánosiban, Hodászon és Tuzsiron is működtett tanodát a Nyíregyházi Görög Katolikus Egyházmegye. Ezekben a tanodánkban összesen 135 gyereket nevelünk, oktatunk, segítünk, hiszen a tanodánknak az elsődleges célja nem feltétlenül csak az, hogy tanítsuk, vagy a tanításban segítsük a gyermekeket. Nagyon fontos célkitűzés az is, hogy a szociális beilleszkedését tudjuk ezeknek a gyermekeknek támogatni. Ráadásul ezt az egyházmegye oldaláról még a mi világnézetünkkel, a mi elképzeléseinkkel, ahogy mi gondolkodunk, amit mi erkölcsösnek tartunk, ha még ezzel tudjuk kiegészíteni, akkor nagyon bízunk benne, hogy azokat a gyermekeket, akik a mi köreinkben ilyen módon is jelen vannak, ezeket a gyermekeket még inkább jó emberré tudjuk nevelni, és Krisztusi emberré tudjuk nevelni. A gyerekek fejlesztő játékokat, sportszereket, édességet is kaptak az X gyűjtésének köszönhetően.